Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön, hogy megígértem az első Overwatch videók tip sorozat, lehet ezt így hívni. Elég furcsa hangzik, ugye én magam is most kezdtem a játékot, és pont onnan fogjuk megközelíteni az egész képet, hogy hogyan és miként cselekedjünk, hogyha egy új játékkal találjuk szembe magukat, sőt, miként és hogyan cselekedjünk akkor, hogyha úgy találjuk szembe magunkat egy új játékkal, hogy már egy páran játszák azóta, magasabb szinten vannak, jobban ismerik a pályát, jobban ismerik a dolgokat az adott játékban, és hogyan ne legyünk elveszettek, mert ugye nagyban meghatározza egy első játék, hogy hogyan és mennyire szeretjük meg azt a játékot, mert látjuk, tetszik videókhoz, szeretnénk vele játszani, na de amikor bekerülsz ugye a sok pró közé, és azok szétlövik a seggedet ebbe az adott játékba, akkor az annyira már kezd nem fán lenni, és egy ilyen nagy erőlködésbe csap át az egész, és azt, hogy ezt elkerüljük, hogy ne egy nagy erőlködésről legyen az egész, hogy neked már pedig ez menni fog, már pedig ez, hanem neked ez tényleg menni fog, és neked ez tényleg sikerüljön, és hogy szerezzél némi játékélményt, abban segít, és akkor foglalkozunk az első témakörrel, hogy hogyan is kezdjünk bele ebbe a dologba. Szóval, ha szeretnétek, akkor, és csak akkor, hogyha szeretnétek, hogyha jön valami kommentod alulra, hogy csináljál már egy ilyen videót, akkor mutathatok egy tutoriát arról, hogy hogyan állítsuk be az egérsebességet ahhoz, hogy a kezünknek megfelelő legyen. Természetesen ez egy szubjektív vélemény lesz, tehát ahogy én szoktam magamnak ezt bemérni, ami nekem a kényelmesebb, úgy, de ha szeretnétek, akkor ezt meg tudom nektek mutatni. Felveszem videóról, hogy hogyan néz ki ez az egész, és akkor beszéltünk erről is, nem mint az Overwatchnál annyira sok gond lett volna ezzel, de egy picikét kellett finomítani. De, na, térjünk rá a lényegre, hogyan és miként kezdjél bele. Ugye, ha új vagy egy shooterben, akkor legértelmesebb kiválasztani, attól függ milyen shooterről van szó, kiválasztani azt a gépfegyvert, amivel a legkönnyebb játszani, de ugye melyikkel a legkönnyebb játszani. Na most azzal a gépfegyverrel, vagy azzal a fegyvertípussal a legkönnyebb neked játszani, amivel eddig is játszottál, az legtöbbet az eddigi játékokban a gépfegyverről van szó. Az Overwatch esetében, ugye számomra, megint csak azt mondom, és ezt egy pár videón keresztül is látni fogjátok, és számomra a Soldier 76, tehát ez a katona volt a legmegfelelőbb választás, mert gépfegyvere van, és ahhoz vagyok hozzászokva, ráadásul megvan neki egy nagyon nagy előnye, az egyik képessége a futás, és én egy kodos Battlefield-es világból jövök, és a Warframe-ben nem mellesleg, ahol a sebesség sokat számít, és hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy sebességgel játszak, hogy rástoljak, és hogy mindig az akció közepében lenne. Nekem egy észszerű választás volt az, hogy én ezt a katonát választom, mert hogy nagyon kellemes képességei is vannak, nem beszélve arról, hogy gyógyítani és tudja magát a gázval, behúzódok, tehát pontosan egy ilyen Call of Duty-s, Battlefield-es feelingje van az egésznek, ha megsérülök, felgyógyulok, ahol kell futok, ahol kell nem futok, de mondjuk van, aki mondjuk csak sniperrel szokott játszani adott játékokban, és azzal érzi otthon magát, mert már úgy találja meg a szögeket, akkor neki mondjuk a Widowmaker lenne a célszerű választás, vagy Hanzo lenne a célszerű választás. Szóval a játékba úgy kezdünk bele, hogy gyakorlatilag azt a fegyvert kell választani, azt a karaktert kell választani, amivel érzed, hogy már eddig is játszottál, amivel otthon vagy, mert ösztönösen az agyad ráfókuszál arra, hogy megtaláld azokat a szögeket, azok a pályákat. Nálam elkerülhetetlen volt, hogy ezt választam, és tudatosan választottam azt, mert szerettem volna egy pozitív játékélménnyel köszönni be az új pálya, az új játék, ugye, és nagyon-nagyon fontos, mert lehet, hogy nem is csinálnám most ezt a videót, ha nem pozitívan értékeltem volna a játékot az első játék után, és az első játék mindennél többet ér. Majd beszélünk azután is, hogy mi van akkor, amikor nagy lejjebb csúszunk a játékon, és már nem megy annyira, mint az elején ment, vagy rosszul kezdtük, és arról is lesz egy videó. Na, továbbá
van egy olyan dolog, hogy kétféle út van. Na most az Overwatch esetében, ugye a Call of Duty Battlefield esetében mindig azt mondom, hogy ha új játékos vagy új kezdő vagy, azon kívül, hogy nézd a radart, ami Overwatchban nincs, azon kívül, ha már más nincs, akkor ragaszkodj a pálya széléhez. Az Overwatch pálya felépítések nagyon egyszerűek, nincs túl sok minden, tehát van egy egyenes út gyakorlatilag, némi mellékvonalakkal, de ezek a mellékvonalak nem úgy, mint a Call of Duty-ban és a Battlefieldben, hogy egyenesen párhuzamosak az elejétől a végig a középső úttal, nem, a mellékútvonalak megtörnek valahol, és visszavezetnek a középső útvonalba, majd kénytelen vagy rávenni a középső útvonalra, és utána egy kisebb középső útvonal szakasz után újabb mellékutak lesznek elérhetőek, és a lényeg az, hogy neked ezekre a mellékutakra, még ha kezdő vagy, rá kell koncentrálnod egy picit azért, hogy ne a csata sűrűjében keresd rögtön a megoldást, mert a sokkal jobb játékosok erre számítanak és úgy várják azokat az embereket. Tegyük fel egy példa, ott van egy videómaker az ellenfélben, a csípás, ugye, aki már ráérzett a szögekre, tudja, ott vagy te, mint kezdő játékos, tegyük fel, már játszottál shooterrel, nincsen gáz, mert te pró vagy, és menni fog ez neked, ugye reflexből mit csinálsz egy shooterrel, elindulsz a középső útvonal, és reflexből elérsz egy sarokhoz, így kinézegetsz, ugye, és hogy megnézed, hogy kit tudsz előni, és mit csinál a videómaker, a csípás, ugye már ott várja rád, pont azt a sarkot, pont azt a szélet, pont a te fejmagasságodat, nézze, boom, headshot, vége van, és csodálkozom, hát de tudsz játszani shooterekkel, és így is van, tudsz játszani shooterekkel, csak elfeledkezel az aranyszabályról, ami az, hogy a már játékban régebb óta bent lévő játékosok ezt várják, hogy te erre a szabályra emlékezz, hogy ki kell nézni a sarok mögül, ki kell dugni a fejed sarok mögül, és mivel, hogy nem ismered a játéknak még a szögeit, a szögei alatt úgy értük, hogyha te kinézel egy sarok mögül, a testednek mennyi része látszódik ki. Tehát ezekre mind később jövünk rá, hogyha kinézünk egy sarok mögül, mennyire látszódik ki a testünk. Leginkább akkor jövünk rá, amikor megkapjuk a headshotot, és visszanézzük a killcamot, mert hál' Istennek, hogy Overwatchban van killcam, hogy vissza tud nézni, milyen hülyeséget csináltál. És hogyha kinézel, és múltkor én is így megjártam természetesen, így kinéztem a szöget, bim, kaptam a headshotot, és azt néztem, hogy mikor én azt hittem, hogy éppen csak kidugom magam, valójában már az egész test nem kín volt. És ez az a kis aranyszabály, amit elfelejtünk mi, akik már játszottunk shooterek, akik már benne vagyunk a shooterek világába, hogy már jók vagyunk, mi tudjuk, hogy kell csinálni, és tényleg tudjuk, hogy kell csinálni, csak megfeledkezünk, hogy új játék, új szabály, új pálya, új szögek, és hiába van bennünk a gyakorlat, hogy kinézünk, kiízélünk, de valahol valakinek van egy szög, ami pont ránk lát, és arra vár. És tökéletes. Tehát vannak olyan pályák is, ahol már így, mint a Call of Duty-ban régen, a gránátvetővel így pályasaroktól pályasarokra már így bombázzák az adott sarkot, aki arra jár, megsebesül, de legalább megsebesül. Ez az egyik tipp. Szóval mindig próbálj megtalálni az oldalsó útvonalat, mert hogy az Overwatch-ban rá lehetőség, ha megtalálod az oldalsó útvonalat, akkor az richtig az ellenfelek háta mögé fog vinni téged. És ilyenkor érdemesebb ezt ugye a damage-essel csinálni, hogyha már ugye bemész az ellenfelek háta mögé, és ne feledd, az Overwatch-nak a játék stratégiája, még ha oldalsó útvonalon is vagy, mert ez nem kod, hogy egy tárral leszedsz 6 embert, itt egy ember szeszed, szóval az Overwatch-nak stratégiája, vedd be a hátsó útvonalat, egy lépés erőre, kettő hátra. Lelősz egy embert, visszahúzod, feltöltöd az életedet, kimész. Belelősz, visszahúzod, feltöltöd az életedet, kimész. Kettő embernél többet ne nagyon szedj le, mert felfedeznek és már rögtön jönnek rád lefedezni ezt az oldalsó útvonalat, de amíg veled foglalkoznak és le tud őket kötni, addig a csapatod azon a középső úton, ahol a feladat legtöbb lényege van, be tud nyomulni, vagy éppen vinni tudja azt a payloadot, ha arról van szó, és mert te oldalt lefoglaltad őket, és már nem oda tudnak koncentrálni. Na most, ez lett volna az egyik változata, hogy megtaláld a dolgokat. A következő változata pedig maradj az erősebb mellett. Az Overwatch-ben, hál' Istennek, létezik egy olyan, hogy tank karakter, és hogyha az a tank karakter netem véletlenül Reinhardt, akinek van a shieldje ugye maga előtt, akkor ő a te legnagyobb sebességed. Miért? Reinhardt, ha elől mozog, van neki egy shieldje, amint te átlátsz, és nem kap sebzést. A legjobb alkalom számodra, hogy kimenj Reinhardt mögé, és megnézd azt, hogy előtted mi nyílik ki. Szóval rögtön észre fogod venni, hol tartózkodik az ellenfelek
többsége. Szóval, ha Reinhardtot látsz, légy mögötte, törekedj mögötte. Ha egy jó Reinhardt, aki tényleg nem igazán támad, hanem inkább felfogja a védelmet, akkor látni fogod a pályát, hogy az ellenfelek hol helyezkednek el, és annak megfelelően tudod ítélni, hogy oldalra menjél, vagy nem szükséges. A másik pedig, hogyha arról van szó, például, hogyha te Soldier 76-el vagy, és egy Reinhardt van előtted, akivel így látod a pályaterepet, de igazából ezt minden tank karakter tud fedezni ilyen szempontból, mert elnyelnek egy csomó sebzést előled, de azt hiszem ő az egyik legpraktikusabb ebből a szempontból. Ugye egymást tudjátok támogatni. Ő fedeztéget, te sebzel, és töltöd az ő életét, ez a Soldier esetében, de ugyanúgy igaz ez egy healer esetében is. Okosan kell gondolkodni, meg kell szerezni azt a bizonyos killt, vagy egy killnek a részét, te is részt akarsz venni ugye a játékba. Ha a társaid lövik az ellenfelet, te Reinhardt mögött vagy, neked csak be kell csatlakozni a damage-be, és gyakorlatilag ugye megkapod a killt, és emiatt nagyon jól kidolgozott ez a stratégia, és még akkor is, ha nem neked van a legnagyobb szerepet, tegyük fel, egy healer vagy, és inkább a csapat healerségre koncentrálod, de akkor is, ha támogatónként ott vagy, és így becsatlakozol a damage-be, megkapod a killt, és ezáltal ugye emeled a teljesítményedet a játékban, hogyha azt szeretnéd elérni. Nos, ennyi lett volna ez a videó. Mondom, ha még egyszer, ha szeretnétek, akkor csinálok egy olyan, hogy hogyan lőjétek be az egeret netán, hogy nektek is kényelmes lenne, ez egy szubjektív vélemény, hogy én hogy csinálom. A következő videóban pedig egy kicsit beszélgetünk a játék jutalmazási rendszeréről. Nos, köszönöm a figyelmet, sziasztok! You have got you in my sights.